Középpont. Más megvilágításba helyezzük a világ eseményeit. A Krím-félsziget hidrológiai helyzete kritikus. Oroszország, amelyhez 2014 óta tartozik a terület, igyekszik megoldani ugyan a víz problémát, de egyelőre nem jár sikerrel. A helyzet elmérgesedésétől tartanak a szakértők, és hát felröppent olyan hír, hogy akár háború is kitörhet ebben a térségben, egy újabb fegyveres konfliktus. Na, hogy ennek mennyi az esélye, az dr. Kis Benedek Józseftől fogjuk megkérdezni, nyugalmazott ezredes, nemzetbiztonsági szakértő, egyetemi tanár. Jó napot kívánok! Kezdjük, csukolom. Na akkor mennyi, mekkora... Köszöntöm a kedves hallgatókat is. Mekkora esélye van annak, hogy valóban Ukrajna és Oroszország között egy újabb konfliktus kerekedik itt a Krím-félszigeten? Annak azért is érdekes ez a kérdés, mert ugye Kelet-Ukrajnában úgy tudom, hogy még mindig nem jutottak nyugvó pontra teljesen a dolgok. Hát én úgy látom, hogy háborús helyzet nyilván nem fog kialakulni, viták lesznek, ami teljesen természetes, hiszen azzal, hogy az ukránok gyakorlatilag lezárták az útját a víznek, és az észak-krimen áthaladó csatorna az gyakorlatilag ki van száradva, ami azt jelenti, hogy az egyedüli, szinte egyedüli vízellátás az nem biztosított. Azok a kutak, illetve víztározók, amelyek vannak, azok nem elegendők ahhoz, hogy a félszigetnek biztosítsák a vízellátását. Próbáltak mélyfúrásokat csinálni, úgynevezett artézi kutakból felszívni a vizet, de ez semmi átkülönösebb eredménnyel, illetve fennáll annak a kockázata, hogyha mélyre lefúrnak, akkor a többi vízlelő helyekről viszont a víz lefelé megy, és ettől kezdve nyilvánvaló még kisebb lesz a vízkészlet. Hát itt tulajdonképpen arról van szó, hogy az észak-krimi csatorna az korábban egy 82 millió négyzet, illetve millió köbméteres vízkészletet képes volt hozni a területre, de ennek most jelenleg még a fele sincs meg, és az egész félsziget a korábbiakhoz képest jóval kevesebb vizet kap. Na most, hát a vízgyűjtők, illetve a víztározók azok elég gyorsan kimerülnek, figyelembe véve azt a helyzetet, ami ugye manapság van, egyre kevesebb eső, globális szárazságról beszélhetünk, a világ egyes területén nem mindenütt, mert ahol pont az ellentétét tapasztaljuk, de én azután, a helyzet után, ami 2014-es Krím-félsziget elfoglalása után kialakult, és ahogy a nemzetközi közösség felfogta ezt az egész kérdést, hát nem tartom valószínűleg, hogy katonai erőket alkalmazzanak. Hát tudom én azt, hogy most lesz ott egy gyakorlat, és gyakorlat lehetőséget biztosíthat arra, hogy erőket átcsoportosítsanak, de azt azért én nem tételezem fel, hogy ezeket arra fogják felhasználni, hogy területeket foglaljanak. Különben, hogyha kicsit rossz májú akarok lenni, akkor azt mondom, hogy ha az oroszok előre gondolkodtak volna, akkor amikor a Krím-félszigetet elfoglalták 2014-be, akkor hát egy kicsit följebb kellett volna menni, a két konfliktus területet összekapcsolni, és ettől kezdve a vizet, gyakorlatilag a Dnyeper folyót, ami táplálja ezt a csatornát, hát folyamatos lenne a vízellátás, de hát ez nem történt meg. Nyilván most egy ilyen helyzetben, ami most van a félsziget kapcsán, nem tartom valószínűleg, hogy ebből háború lenne. Egyébként csak érdekességképpen jegyzem meg, hogy a történelemben vízkonfliktus rengeteg volt, és rengeteg van ma is, viszont ebből háború nem volt. Ennek nagyon egyszerű a magyarázata. A háború, a fegyverkezés az jóval többbe kerül, mint az édesvíznek az előállítása, még akkor is, hogyha ennek azért vannak manapság akadályai, de hát belegondolunk abba, hogy most azért a tengervizet is tudják, ha nagyon akarják sótalanítani. Tudom, hogy drágább, mint a fúrt kutakból a víz utánpótlása, vagy folyóknak, a patakoknak az eltérítése, de hát a fegyverkezés egy olcsó dolog, tehát a elemzők között nagyon sok olyan van, aki azt a nézetet vallja, hogy a vízkonfliktus miatt háború nem várható, ugyanakkor nyilván viták vannak, és nem csak itt, hanem a világ számos területén. Hát, hogyha megnézzük azt, hogy mennyi a globális édesvízkészlet, akkor azt lehet mondani, hogy hát az egyre csökken, mert hogy a világon a lakosság
létszáma növekszik. Ha megnézzük egy kicsit nagyobb időtávban, mondjuk 2050-ig, akkor addigra körülbelül olyan 75-80 millióval nő a lakosság száma. Na most, hát az azt jelenti, hogy a lakosság számának a növekedésével több vízre van szüksége, legalábbis ivóvízre. És ami az édesvizet illeti, hát a globális vízkészletnek a édesvíz az mindösszesen durván 3%-a, abból 1,2% az felszíni víz, és a 30% pedig felszín alatti víz, amit valamilyen módon ki kell termelni. Tehát itt arról van szó, hogy ez a terület most amiatt a csatorna lezárása miatt ugyan nagyon kellemetlen helyzetben van, de ezt a problémát nem háborúval kell, vagy kellene megoldani. De nem is mélyítheti a konfliktust a felek között, hiszen eddig sem, úgy tudom, hogy most van egy tűzszünet érvényben, de azért azt nem mondhatnánk, hogy béke van a felek között. Azt egyáltalán nem mondhatnánk, hogy béke van. Az ukránok azt mondták, hogy ők megnyitják a csatornát, de hozzá kell tenni, hogy ez a csatorna az már elég rossz állapotban van, tehát nagyon sok pénzt kellene fordítani az oroszoknak arra, hogy azt víz továbbítására fel tudják használni. Na most az ukránok azt mondták, hogy ők megnyitják a csatornát, ennek egy feltétele van. A Krím-félszigetet adják vissza az oroszok Ukrajnának, gondolom, mert senki nem hiszi el, tehát ennek a realitása gyakorlatilag nulla. Tehát ezt így megoldani nem fogják. Igen, világos. Arról van információ egyébként, hogy a Krím-félszigeten élők hogyan állnak ehhez a kérdéshez, tehát melyik oldalnak adnak inkább igazat, mert mondhatnánk azt is, hogy a csatorna elzárása egy nagyon rossz indulatú lépés volt Ukrajna részéről, viszont a Krím-félsziget elcsatolása sem volt éppen egy baráti gesztus. Ez így van, ahogy mondja, ez nagyon erősen vitatható kérdés, de hát a Krím-félszigettel lakóinak jelentős része orosz, tehát ugye hivatalosan oda kapcsolták Oroszországhoz, és egy nyugodtan lehet azt mondani, hogy de jure, Ukrajnához tartozik, de facto Oroszországhoz. És mivel a lakosságnak a jelentős része orosz, és már a elfoglalás idején is orosz volt, hát nem sok esélye van Ukrajnának, hogy ezt a területet visszaadja. Szerintem Oroszországnak eszébe nincs az, hogy ezt a területet visszaadja. Tehát ez a konfliktus fog folytatódni, de hát ebből a csatából nem fog győztesen kikerülni Ukrajna. Hát figyelembe véve, hogyha egy kicsit északabbra megyünk, és megnézzük ott a Donbasz és az egyéb konfliktusokat, hát az is folytatódik, és hát nem lehet azt mondani, hogy alvó konfliktus, hanem inkább azt lehet mondani, hogy egy alacsony intenzitású háborúról beszélhetünk. Nem érdeke most az senkinek, hogy kiterjesszék délfelé. Tehát én nem tartom reálisnak azt hogy eme gyakorlat során esetleg Oroszország meginduljon északra. Nyilván figyelni kell azokat az erőátcsoportosításokat, amelyek történnek Oroszország részéről, és hát tudjuk, hogy azért nem olyan nagy probléma oda erőket bevinni, mert az orosz hadsereg rendelkezik. Hát a híd az nem nagy átbocsátó képességgel rendelkezik, de azért légiszállítási lehetőség van tengeren, meg lehet közelíteni, tehát ha akarják, akkor éppen el tudnák foglalni azt az északi területet még Ukrajna irányába, de én nem hiszem ezt, hogy az orosz vezetés erre jelenleg rendelkezne bármilyen képességgel, igen, de szándékkal nem. Tehát a politikai szándék megakadályozza azt, hogy egy háborús helyzet alakuljon ki. Ebből nagyon nagy nemzetközi botrány lenne. Tehát én azon a véleményen vagyok egyértelmű, hogy ezt nem lesz. Egy gyakorlatot csinálnak, ennek lehet demonstrációs jellege is, illetve hát a Krím-félsziget megvédésére különböző tervek vannak kidolgozva, ha netalántán mondjuk Ukrajna részéről indulna be valami támadás, és ezeket az oroszok különböző változatban most ki fogják próbálni a gyakorlat során. Világos. Ugye egy kis történelmi felfrissítés miatt mondom, hogy ugye 2014-ben csatolta el Oroszország a Krím-félszigetet, és hát már akkor is az USA szankciókat vezetett be Oroszországgal szemben, és hát ez nem vetett gátat annak, hogy továbbra is fenntartsák a területen a saját hatalmukat, úgymond. Említette, hogy lenne egy felháborodás, hogyha észak felé esetleg el akarnának terjeszkedni. Hát mondjuk a Krím-félsziget az egy
eklatáns példa arra, hogy az oroszokat annyira nem hatotta meg, úgymond ez a nemzetközi felháborodás, illetve még a gazdasági szankciók sem. Ez az egyik kérdés, hogy miért ilyen fontos a Krím-félsziget Oroszországnak? Gondolom, hogy nem a rajta lakó oroszoknak az életét félti, hanem valamilyen más oka lehet ennek. Rendkívül fontos stratégiai helyzete van, hiszen kijárata a Földközi-tenger irányában, és az az oroszoknak most nagyon-nagyon fontos. Hát látjuk, hogy ott vannak Szíriában, szíriai utánpótlások szempontjából is fontos, és hát tapasztaljuk azt, hogy az oroszok most rendkívüli módon terjeszkednek még a Földközi-tenger déli medence irányában, egész konkrétan Líbia pedig az egy kicsit odébb van, de hát ezt az egész terjeszkedés meghatározza az, hogy ők Líbiában korábban jelen voltak, és hát az a líbiai olaj történetbe ők azért nagyon komoly szerepet játszottak. Na most ehhez a megközelítéshez erre a területre szükség van. Tehát stratégiai jelentősége van annak, nyilván nem az orosz, ott élő orosz állampolgároknak a megvédése, hát Szevasztopoli kikerült, azért neki ismeri, hogy ott azért nagyon-nagyon kényes helyen van, és fontos helyen, tehát ezt nem fogják engedni. Hát ugyanakkor a lakosság miatt meg azt kell mondani, hogy viszont a vízellátás biztosítani kell, de arra van más megoldás. Legegyszerűbb ez lenne, ha ezt a csatornát meg tudnánk nyitni, és a gyeperből ugyanúgy, mint korábban a háború előtt, illetve a megszállás előtt biztosították a vizet. Hát valószínű, hogy fognak ők keresni más megoldást arra, hogy a vizet tud a valamilyen módon, hűvezetéket már kitalálták, sótalanítást kitalálták, tehát ezt valahogy pótolni kell. Különben ez a csatorna az elég hosszú 400 kilométer, Kercsik teljesen, és hát az a lényeg, hogy a félszigetnek a teljes északi részét ugye ellátja vízzel, meg nyilván máshova is tudnak szállítani. Tehát nagyon hiányzik, én ezt nem vitatom, ugyanakkor azt mondom, hogy azért ez nem kázusz belli, tehát emiatt nem lesz háború. Világos. Ugye beszéltünk már arról, hogy a Krím-félsziget valószínűleg Oroszországnál marad. Ezt igen. Az évelején állítólag Mike Pompeo is elmondta az ukránoknak, hogy valószínűleg ezt a területet úgy elvesztették, hogy vissza nem szerezhető. Tehát úgymond a pecsét valamilyen szinten rákerült erre a dologra. Mi az, ami mégis a kelet-ukrajnai vonalon fenntartja ezt a fajta szembenállást a felek között, hogy a hallgatók is értsék? Ugye itt Magyarországon, amikor beszéltünk a kelet és az orosz ország közötti, tehát Ukrajna és az Oroszország közötti konfliktusról, akkor általában a Krím-félszigetet emlegették, meg is tanultuk úgymond ennek a földrajzi helynek a nevét, de nem biztos, hogy mindenki számára világos, hogyha ez már úgymond úgyis az oroszok és már az ukránok is kezdenek beletörődni, akkor Kelet-Ukrajnában még mi zajlik, és miért? Hát Kelet-Ukrajna megint arról szól, hogy itt a lakosságnak a jelentős része, tehát a lakosság többsége az orosz. Tudjuk azt, hogy amikor a Szovjetunió szétesett, akkor hogyan húzták meg a határvonalakat, de hát azt is lehet látni, hogy nyilván az oroszoknak nagyon fontos az, hogy a közvetlen környezetben, ők úgy szokták mondani, hogy a közel külföld, az a lehetőleg nyugati érdekeltségű államok ne jöjjenek létre, illetve az orosz befolyás mindig is megmaradjon, ütköző övezetre általában szinte mindig szükség van, különösen amikor konfliktusról beszélünk, és hát itt az oroszoknak azért is fontos ez a vidék, mert azért egész komoly szénkészletek vannak, nemesfémek vannak, nehézfémek vannak, tehát ami az orosz ipar szempontjából fontos, és nem akarják azt, hogy ezt a területet egyértelműen ki tudja használni, még akkor sem, mert hozzájuk tartozik Ukrajna. Tehát itt folyamatos vita, hát erre is azt szoktuk mondani, hogy alacsony intenzitású konfliktus, nemzetközi közösség próbálja kezelni, mert azért elég sok tárgyalás történt már, illetve hát vannak különböző szervezetek, amelyek odafigyelnek, de ennek ellenére hát a megoldás az valahol nem a nemzetközi közösségben van, hanem Oroszország és Ukrajna viszonyában. Hát Ukrajnának pontosan hasonló érdekek miatt, tehát itt elsősorban gazdasági, a bányák miatt fontos ez a terület, tehát ő ezt nem akarja feladni, és azt mondja, hogy ez tulajdonképpen a mi területünk, tehát itt azért mind a két országnak megvan a érdeke, a baj az, hogy az érdek az teljesen ellentétes, és hát az együttműködés irányában történő haladást azt azért nem lehet tapasztalni. Mind a
a két fél hibáztatja a másikat, ismerjük, hát tulajdonképpen így alakulnak ki a konfliktusok. Én nem látom annak rövid távon lehetőségét, hogy ebben megegyezzenek, és szülessen valami megállapodás, és hát az a nagy számú orosz lakosság, aki ezen a területen lakik, nem Ukrajnát támogatja érthető módon, annak ellenére, hogy folyik a területnek az elukránosítása. Itt jelenleg, meg még egy jó darabig, a gazdasági érdekek azok, amelyek meghatározóak. Tehát akkor, ha jól értem, a megoldás még várat magára, viszont egy nagyobb konfliktustól sem kell tartanunk a közeljövőben valószínűleg. Én úgy gondolom, hogy nagyobb konfliktustól nem kell tartani. Hát ez a hullámzó konfliktus. Tehát van, amikor kiéleződnek a harcok, van, amikor viszonylag csönd van, de hát megoldás nem a katonai erő alkalmazása. Megoldás az lenne, hogy politikailag megegyeznek, és megtalálják azt, hogy most melyik terület kihez tartozik, illetve hát hogyan tudják úgy kihasználni, hogy a másiknak lehetőleg kevesebb kár származzon belőle. Sajnos ennek a gyakorlati megvalósulását 2014 óta nem látjuk, és én nem is látom annak az esélyét, hogy ez gyorsan befejeződne. Tehát itt arról van szó, hogy egy úgynevezett elhúzódó konfliktusról beszélünk, nem lehet megmondani most hitelesen azt, hogy mikor lesz ennek vége. Nagyon szépen köszönöm dr. Kis Benedek Józseffel, beszélgettem Nyugalmazott Ezredessel, nemzetbiztonsági szakértővel, egyetemi tanárral. Szép hétvégét kívánok!